Sziasztok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennünk egy újabb videóban. Ugye megcsináltam nektek a modokról bővebben videót a játékhoz, és mint kiderült, ugye mostanában ugye streamerek YouTube-on, és nagyon sokan mondtátok, hogy sok dolog kimaradt, sok dolgot nem magyaráztam el, és nagyon részletes dolgok maradtak ki. Így hát arra a döntésre jutottam, hogy nem törlöm le azt a videót, mert abban is egyébként voltak érdekes és hasznos dolgok, viszont csinálok nektek egy part 2-t, egy kicsit részletesebben elmagyarázom, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok. Elsőre ez nagyon bonyolultnak tűnhet, és nagyon sokan így el fogtok ebbe veszni, mint én is, hogyha nem lennének ott nekem a chatten az emberek, és nem magyaráznának el, nem segítenének, akkor igazság szerint én ezt nem tudnám, de igyekszek én is segíteni nektek, illetve a modokhoz, tehát hogy hol tudjátok megszerezni bizonyos modokat a fegyverekhez vagy a ruhához, azt a Discord szerveren egyébként a build szobában megtaláljátok, de le fogom rakni nektek a linket a leírásba, illetve a komment szekcióba is, hogy el tudjátok rajta igazodni, azon a linken meg tudjátok nézni, hogy milyen silóba, illetve milyen mod esik, tehát meg tudjátok például azt is nézni, hogy harcsilót kell kivinni, milyen nevű silót kell kivinni. Ugye, hogyha pirosan mutatja a táblázatba a szöveget, hogy mit kell, milyen silót kell kivinni az hart, hogyha simán szürkén éri, akkor simán silót kell kivinnetek, illetve a táblázat azt is mutatja, hogy ez az adott mod az kesztyűre, fegyverre, cipőre, nadrágra, felső részre, vagy pedig sisakra jó. Úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le azt a linket a leírásban, az egy nagyon hasznos link. De akkor térjünk is át, hogy mi maradt ki az első részből. Ugye megmutattam nektek, hogy én milyen buildet használok. Mint azt láthatátok, én egy legendari buildet használtam, illetve legendari szokert. Én ezt lecseréltem lilára, mégis miért? Mint kiderült, egyébként minden fegyvernek vannak alapstatjai. Ezt úgy tudod megnézni, hogy rámész, és itt megnyomod az A betűt, és mutatja a weapons feature-t. Mint azt láthatjátok, ez a fegyver power, surge-ös. Ez azt jelenti, hogy elektromosság. Tehát ezzel a fegyverrel elektromosságot tudok buildelni. És ugye ezt hagytam ki az előző videóból, hogy minden fegyvernek vannak statjai, ezek a statok nagyon fontosak, mert ehhez kell építeni magát a buildet. Tehát mint láthatjátok, ennek a weaponnek a feature-je az, hogy sharpnel, tehát hogy sharpnel damage. De azt jelenti, hogy olyan modokat, olyan ruhát kell építeni, craftolni, ami a sharpnelt csinálja. De akkor térjünk is át a ruhára. Ez mit is takar, mit is jelent, hogy a sharpnel damage. Amit láthatjátok, van rajtam például ez a sapka, ez a beret. Ez sharpner hit parcot ad. Ez egy key armor. A key armor azt jelenti, hogy nem egy konkrét ruhaszethez kötődik. Tehát nem egy konkrét ruhaszetről beszélünk. Viszont például, ami rajtam van, a Falcon set, láthatjátok, ebben van egy, kettő, illetőlegesen három darab. Mint láthatjátok, van itt a set effect, ebben majd belenagyítok itt nektek a videóba, itt a ruhánál. Ez azt jelenti, hogy te minél több ruhadarabot hordasz ebből a setből, annál több dolog fog neked kiállokkolódni. Ez azt jelenti, hogy például Rolling Stamina Cost minusz 20%, Crit Damage 12%. Na most, hogyha te például Crit Damage-es és Crit Rate-es buildet akarsz építeni, mert neked éppen olyan fegyvered van, aminek a weapon feature-je a Crit Damage, illetve a Crit, ami nem tudom, hogy van-e egyébként, akkor te szépen ezt a ruhát fel tudod venni, ezt a Falcon szettet le tudod craftolni, és láthatjátok, nekem három ruhadarab van belőle, és mindegyik ruhára erre is kapok Crit Damage-et, erre is kapok crit damage-et, illetőlegesen erre is kapok crit damage-et, és egyébként itt, hogyha lenyomjátok a C betűt, akkor meg is tudjátok nézni, hogy crit rate, illetőlegesen a crit damage, látjátok 102%, a crit rate 30%, de hát ugye én most ennél a karakternél a power surge-en megyek, ami azt jelenti, hogy az elektromosságra, tehát láthatjátok a power surge 30%, power surge damage bónusz 2,4%, tehát igyekszem egyébként jelenleg a Power Surge buildet csinálni, ami azt jelenti, hogy olyan ruhadarabokat akarok lecraftolni, illetve olyan cuccokat akarok csinálni, ami ugye a Power Surge-öt növeli. Tehát nagyon fontos, hogy mindig craftoljatok le olyan ruhákat,
Ugye nekem például a Malphite Goggles fog kelleni, mint Key Armor, mert ez Power Surge-ot ad. Ez nagyon fontos, hogy ezt mindenféleképpen le kell craftolni, illetve ruhából, mint azt láthatjátok, nekem Power Surge-es ruhám nincs. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy én nekem meg kell menni, be kell menni ide a blueprintekbe, be kell menni az armorba, be kell menni a ruhába, és keresnem kell egy Power Surge-ös buildet. Egyébként nekem most van egy listám, hogy én egész konkrétan milyen ruhát kell, hogy kifarmoljak, kiszedjek. Ugye ezt én küldetésből tudom, ha minden igaz, kiszedni ezeket a bizonyos ruhadarabokat, és az a lényeg ennek az egésznek, hogy én minden egyes ruhadarabot, amit lecraftolok, Power Surge-es kell, hogy legyen maga a statja, tehát a key effektje. Ez tényleg nagyon fontos, mert a fegyverhez kell igazítani a szettet. Tehát a set effektnek mindenféleképpen nekem Power Surge-ot kell adnia. És hogyha már megvan, tehát ugye mondjuk tudod, hogy a fegyvered burn, tehát például tüzet ad, vagy példának akár nézzünk valami másik fegyvert. Itt van például nekünk a Weapon Feature-nél, ennél az SMG-nél a Frost Vortex. Tehát ez egy ilyen jeges elemű fegyver. Az azt jelenti, hogy ehhez bizony neked le kell craftolni olyan ruhát, mint például ez a mellény, ami egyébként Key Armor, tehát ismételten nem egy set, ami ismételten Voss Vortex-es statokat ad. Neked ki kell farmolni, utána kell nézni, hogy hol tudsz olyan ruha darabokat szerezni, amik egy sethez összeadódnak. Tehát láthatjátok, ez itt egy Falcon set, neked pedig egy olyan ruhát kell összeszedni, vagy olyan szettet kell összerakni, aminek minden egyes ruha darabja Vortex statot fog neked adni. Azt hiszem, ezt hívják egyébként Icy Buildnek, ebben nem vagyok biztos. A lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy miután megvan a fegyvered, először húzd ki a fegyvert, és utána pedig építs rá ruhát. Egyébként nem feltétlenül először kell kihúzni a fegyvert, tehát tudod azt is, hogy a fegyvert húzod illetőlegesen mellette a cuccokat. Amiért ez a videó készül, mert eleinte én is így voltam vele, nagyon sok játékos így van vele, hogy mindenki azt hiszi, hogy csak azért, mert valami legendari, az azt jelenti, hogy jobb. De ez nem igaz. Tehát persze igen, damage-ben jobb, tényleg, damage-ben többet damage-el, meg a legendari ruha is, tehát jobb, mint a lila, tehát jobb a statja, viszont nem mindegy, hogy milyen statot ad. Tehát, hogyha te például ugyanolyan buildet szeretnél csinálni, mint én, hogy elektromosság, tehát hogy elektromossággal akarsz lőni, akkor én hiába craftolom le a legendari szokert, hiába craftolom le a legendari szokert, mert többet damage-el, hogyha ez sharpnel. Értitek? Tehát én hiába craftolom le a legendari szokert, hogyha ez sharpnel, ezzel nem fog tudni elektromossággal sebezni. Nem tudok rárakni elektromosságot, hiába építek rá elektromos buildet, nem fog működni. Viszont hogyha lila szokert craftolom le, na ez elektromosságos, és akár hiszitek, akár nem, simán lehet erősebb egy lila build, vagy akár majdnem ugyanolyan erős, mint egy legendari build. Hiszen én már láttam nem egyszer, nem kétszer a Discord szerveremre küldtek be olyan videókat, hogy valaki Power Surge-ös lila Skarel build-el példának okáért sebez 165 ezret egy tárból. 165 ezret! Én a legendari szokeremmel, crit-es build-el, szettel sebeztem durván ilyen 65 ezret. Na, ő a lilával sebez 165 ezret, tehát hogy most ne azt nézzétek, hogy valami lila, vagy valami legendari, a statjait, a weapon feature-jeit nézzétek, és ahhoz építsétek ki a buildet. Illetőlegesen a modokat is. Tehát, hogyha te tudod, hogy ez a fegyver Power Surge-ös, akkor neked elektromos modokat kell rárakni. Ha tudod, hogy te Power Surge-ös ruhákat
szedsz össze, szettet építesz fel, akkor nagyon fontos, hogy a set effektjei azok bálverszölcsösek legyenek, olyan statot adjanak, illetőlegesen a ruhákba is tegyél bele bálverszölcsös modokat. Ugye a modokat, mint említettem, a leírásra le fogom rakni nektek egy linket, illetve a komment szekcióba is le fogok rakni nektek egy linket, ahol ti meg tudjátok nézni, hogy bizonyos modokat hol tudtok kiszedni, mire jó, sisakra, fegyverre, nadrágra, felső részre, sisakra, stb. Tehát ott meg tudjátok nézni, ki tudjátok farmolni. Ami még nagyon fontos, hogyha megnyomjátok az i-betűt, a blueprintet, mert mondjuk ki akartok szedni egy fegyvert. Ha rámentek az adott fegyverre, megnyomjátok a pontos j-t, akkor itt be fog ugrani nektek egy külön ablak. Ezt remélem, hogy így látjátok a videóban, nem tudom, hogy felveszi-e. És itt mutatja nektek, hogy hogyan tudjátok megszerezni. Tehát ugye ezt a Wish Machine-ből tudjuk megszerezni. Ez vonatkozik ugyanúgy a ruhára is. Tehát ti mondjuk kinéztetek egy ruhadarabot, ami kell a szettetekhez, akkor nagyon fontos, hogy rámentek, szépen megnyomjátok a pontos j-t. Ugye ez itt be fog tölteni, és ki fogja adni, hogy hogy kell megszerezni, tehát mythical créceket kell nyitni Iron Riverbe, hogy ezt a sisakot megszerezzük. Úgyhogy így van. Zállokoltam itt a sisakot, és észre se vettem egyébként. Úgyhogy ez nagyon fontos, srácok, lányok, hogy az, hogy valami legendari, az nem jelenti azt, hogy neked azt feltétlen használni kell, nem jelenti azt, hogy ez feltétlen te játékstílusod. Nézd meg a weapon feature-t, nézd meg, hogy milyen statokat ad. Ha például az neked jeget ad, de te tűzzel akarsz játszani, akkor értelemszerűen ezt a fegyvert ne craftold le, mert ahhoz értelemszerűen ismételten jeges cuccokat kell legyártanod, jeges szettet kell csinálnod a ruhába, jeges modokat kell használni, hogy a legtöbb damage-t kiszűrd. Tudom, hogy a játék ezt elsőnek nem feltétlen magyarázz el, hogy, mert mindenki azt hiszi, hogy jaj, a zöld modnál jobbak a kék modok, a kék modnál jobbak a legendari modok, vagy a lila fegyvernél jobbak a legendari fegyverek, a lila ruhánál jobbak a legendari fegyverek. Igen, van, hogy jobbak, ez attól függ, hogy te milyen játéstílust képviselsz. Hogyha te például, mint említettem, én például az elektromosságot szeretném húzni, akkor én hiába szeretnék a legendari Scarrel-re játszani, mert amúgy legendari, és hiába szeretnék legendari ruhákat craftolni, ahogy azt az előző videóban is bemutattam, mert akkor én még ezzel nem voltam tisztában. Ez a legendari build példának okáért Sharpnell-t ad. Én a Sharpnell-el semmire nem megyek, mert nekem Power Search kell. Ahogy szintúgy nem megyek a Reload Speed-del, illetve a Weapon Weak Spot Damage-el, illetve szintúgy itt sem megyek semmire ennél a ruhánál se, tehát ez pont egyébként egy Renegade set. Tehát a Renegade legendari set neki hiába örültem, hogy megszereztem, hogyha nem megyek semmire vele, mert gyakorlatilag, értitek, semmi értelme nincs. Hogyha mondjuk magát a legendari fegyverhez, tehát én ehhez a Sharpnellhez építek egy buildet, akkor persze, mit tudom én, jó ez a Sharpnell Trigger Crown plusz 1-es legendari helmet, vagy jó ez a beret, viszont én a Sharpnell-t nem szeretem, nem nagyon tudom őszintén szóval, hogy működik. A live-okba, a streamekbe azt írogattátok, hogy kell mellé egy i, hogyha meglövöm így alá a szörnyet, és utána lövöm Sharpnell-es build-el, akkor fogok nagyon sokat sebezni. Hát én köszönöm szépen, én passzolom azt, hogy én váltsak át egy i-ra lőjem, meg utána váltsak át a fegyverre is lőjem. Tehát, hogy ez így valahogy nekem nem tetszik, és nem adja. Közben egyébként a házat azt így felújítottam, felfedeztettem, meg azóta már 4 emeletes a ház. De most ennek a videónak nem ez a lényege. Illetve akkor térjünk is át a modokra. Ugye a videóban azt is elmondtam, hogy bontsátok le a zöld, illetve kék modokat. Most nagyon fontos az, hogy én közben rájöttem arra, hogy vannak olyan kék modok, amiket egyébként érdemes használni is. Ugye ez is egy olyan dolog, hogy rengeteg mod van, és ugye ezt a buildethez képest kell beállítani. Tehát, hogyha te mondjuk, én mondjuk ugye Power Search-ot akarok, én most szépen elkezdtem kifarmolni például a maszkhoz, elkezdtem kifarmolni a Thunderclap-et, ugye. Ez egy nagyon-nagyon fontos Power Surge mod, ami nagyon-nagyon sokat segít egyébként majd abban, hogyha majd meg lesz a Power Surge-ös mask, akkor
akkor az egy ilyen dupla kombó. És ez nagyon fontos, mert az, hogy van egy maszkod, ami nem jó magához a fegyveredhez, a statjaihoz, abba te hiába raksz bele Power Surge-ot, viszont, hogyha maga a maszk Power Surge statot ad, beleraksz egy modot, ami Power Surge statot ad, az már dupla Power Surge stat. Értitek, amit mondok? Tehát nem mindegy, hogy beleraksz egy sima maszkba egy Power Surge modot, vagy már egy Power Surge statos maszkba raksz bele Power Surge modot, mert az dupla annyit ér, dupla olyan erős lesz. Ezért nagyon fontos az, hogy építsetek ki olyan szetteket, ami az adott fegyverhez igazodik. Tehát, hogyha nektek a fegyveretek tűz, akkor csináljatok olyan szettet, ami tűz, rakjatok olyan modokat bele a fegyverbe, ami tűzsebzést okoz, tüzet okoz, vagy nem tudom, hogy működik a tűzsebzés, a lényeg az, hogy a tűzzel kapcsolatos, és a leírásban található linket csekkoljátok le, hogy azt az adott modot hol tudjátok kifarmolni. A ruhákat pedig, mint említettem, meg tudjátok nézni, idejöttök, rámentek, el tudjátok olvasni, mik a statjai, és meg tudjátok nézni, hogy nektek melyikre van szükségetek, de a Discord szerveren, vagy akár live-okban, streamekben nyugodtan kérdezzétek meg. A chaten nagyon sokszor sokan segítenek, akik ilyen nagyon durva buildeket csinálnak. Aki például ajánlotta nekem ezt a Power Surge buildet, mert mondtam, hogy én elektromosságot akarok, ő leírt nekem egy konkrét listát, hogy mit hol szerezzek meg, milyen modot használjak. Úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, ugye eleinte azt mondtam, hogy próbálkozatok saját buildet összeállítani, meg ilyesmi, hát ez nagyon bonyolult, tehát nagyon részletes igazából ez a dolog, úgyhogy ha nem akartok ti is elveszni, és szeretnétek ti is megtanulni, hogyan kell buildet építeni, akkor inkább azt ajánlom, hogy először vegyetek alapul egy jó buildet, és ahogy mondtam, építsetek a fegyverhez egy ruhaszettet, kraftoljatok le olyan szetteket, ami az adott fegyverhez, a fegyver statja az igazodik, azt modoljátok be, és miután ezekkel megvagytok, lehet kísérletezni más szettekkel, például tűzzel, jéggel, vagy amivel szeretnétek, viszont ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt a videót megcsináljam nektek, mégpedig azért is, mert az előző videóban nagyon sok dolog kimaradt. Tehát, mint említettem, ugye vannak olyan modok is például, amik kékek, viszont jók. Tehát ez az egyetlen olyan kék mod például, ami ad egyszerre kritet és crit damage-et is, és az összes ruhára felszerelhető. Tehát nincs az, hogy ez csak a sisakra, mert ha rámegyek, látjátok, ott van, fel tudom rakni. Rámegyek mondjuk a szemüvegre, látjátok, fel tudom rakni. Tehát ez például az összes sisakra, összes cipőre, tehát az a teljes ruhaszetre jó, bármire rá tudod rakni. Úgyhogy vannak olyan kék, vannak olyan lila modok, amik például a kokáért egyébként jók, hasznosak tudnak lenni, meg kell nézni a statjukat. Tehát ne az alapján bontsatok le modokat, mint az előző videóban mutattam, hogy mert éppen zöld színű, vagy éppen kék színű, és az már nem kell, mert már nagy szintű vagy. Nézd meg a statjait, nézd meg, hogy a te ruhádba éppen milyen mod kell, és ha nincsen jobb, akkor tedd bele, ha van jobb, rakd bele, ha viszont mondjuk jobbnak találod a kéket, vagy jobbnak találod a lilát, mint mondjuk a legendarit, vagy éppen mondjuk nincs is belőle legendari, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy bátran használj kéket, vagy bátran használj lilát. A lényeg az, hogy megfelelő modot rakjál bele a megfelelő ruhaszedbe, ami ugye a fegyveres statjához igazodik. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna, remélem érthető voltam. Én is nemrég barátkoztam meg ezzel a dologgal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy elmagyaráztatok ezt ilyen részletesen nekem. Én most már is tudom, hogy a legendari és a lila között is van különbség, a legendari lila modok között is, kék modok között is van különbség, de most már tudom is, hogy mik azok a ruha szettek, tudom, hogy hogyan tudok rendesen, tényleg értelemszerűen buildet építeni, hogy tényleg sebezzek is valamit. Azt most ne nézzétek, most nem sebzek egyébként sokat, mert jelenleg ugye kifarmolás alatt van ez a Power Surge build. Úgyhogy gondoltam, meccsem nektek ezt a második részt, csak hogy az előző részt kiegészítsem, mert abban tényleg nagyon sokszor félreinformáltalak titeket, és nem is az, hogy félreinformáltalak, igazság szerint inkább az, hogy nem mondtam el olyan dolgokat, amit ebben a videóban elmondtam, és ezek viszonylag azért fontos dolgok, de hát ugye ezeket én is nemrég tudtam meg. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, írjatok egy kommentet, hogyha bármi kérdésetek van, vagy van valami videó ötletetek, és
Ne felejtsétek el, gyakran csekkoljátok a YouTube csatornámat, mert szinte minden nap szoktam live-olni, átlagban ilyen 4 órákat, vagy de van, hogy 8 órákat, úgyhogy mindenféleképpen csekkoljátok le, még nem tettétek meg. Dobjatok egy feliratkozást, és a leírásban található Discord szerveremre pedig gyertek fel. Illetőlegesen, hogyha most kezditek el a játékot, vagy szeretnétek csatlakozni a szerverre, a leírásban találhattok egy linket, hogy csatlakozzatok a linkemen keresztül. Ha azon a linken keresztül csatlakoztok és beaktiváljátok a játékban a kódomat, akkor kaptok extra bónuszokat, kaptok egy lila SMG-t, illetőlegesen kaptok 10% boostot 30-as szintig, tehát 10% a 30-as szintig gyorsabban fogtok fejlődni. De nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, találkozunk a következő videóban. Addig is, sziasztok!